Hello, hello, sziasztok, Pala vagyok, és itt van velem Tad. Sziasztok. Illetve Dreven. Hello, hello. És újra együtt a nagy csapat, úgyhogy megbeszéltük, hogy... Csapjad össze. Nem, mindegy. Megbeszéltük, hogy mivel verzió frissülés történt a Feed the Beast-ben, 1.42-ről 1.46-ra, hurrá, viszont van Red Power, aminek mindenki nagyon örül, ám de új word generálási szabályok vannak, és ahol mi vagyunk, ott nincsenek alapanyagok, ami fog kelleni majd. Úgyhogy az a helyzet, hogy el fogunk innen költözni valamerre. Oh yeah. Valaki adjon egy aranyoldalakat, és hívunk egy autót. Oho. Ha javaslat, hogy vigyünk magunkkal építőanyagot, meg vépézzük be ezt a helyet, ahol most vagyunk. Hát... Mondjuk én bevépézem. Izé. Állítólag van itt egy otthon nevezetű VPN. Szerintetek? Azt szerintem egy másik szerver, csak ugyanez. Hogy ezt kapcsolt ki, és add hozzá ezt. Érte. Vagy pedig az a régi. Meg az lehet. És hogy kell kikapcsolni? Ezt most meg se hallottam talán. Remove, add, régi, otthon, oké. Okay. Leírtam, hogy régi hát. Ok. Szóval, el kell indulni valamerre. Nem vagyok benne biztos, hogy építőanyagon kívül, meg kaján kívül most máskor szekasztam, majd visszajövünk. Na, Ácsi bácsi, Kalapácsi, van egyáltalán valami... valamit nekem azért magamra kéne öltenem, tehát... Hát, mivel, hogy én még új fiú vagyok a szerón. Jó, várjál, a dolgozok, van kint egy macerátorunk, és rakok vele vasat, és fölöltöztetlek. Jó, mindjárt csinálok egy kőkardot. Nem azt hiszem, hogy mennyi bőr van, meg ilyesmi, de... Nem nagyon. Nem nagyon. Itt van nálam 6 darab bőr, de bőr az miért kell neked? Hát, gondoltam, hogy abból csinál páncélt, gondolom. Ideiglenesen persze, hogy nem, bőrpáncélt nem csinálsz, abból könyvet gyártunk. Kommandós gúnyába kelljen szabadgálni. Kommandós. Jó. Hát van itt egy félig lukas csizmi. Macerálom a vasat. Na, hol egy crafter doboz? Ezt mondja, hogy addig csinálunk egy mellvértet a Drevennek. Meg egy cipőt, mert arra már volt nálam anyag. Ott a Dreven, rádobunk egy mellvértet, rádobunk egy cipőt. Az már megvan neki. Dankeschön! Hát úgy érzem, hogy a macerátorunk sem a leggyorsabb üzemmódba fokoz. Azért, mert nem értesz hozzá. Igen. Csak azért. Tehát szerintem nem most hozzuk át az összes ilyen szuper alapanyagot, hanem hozzuk. Várjatok, egy ilyet neked. Hanem egy ilyet. Hozzunk magunkkal inkább építőanyagokat, meg tereprendező cuccot, nem? Ne haragudjatok. Mi van egy nekem? Másodperc türelmet kérek. Egy a fenyő. Egy gatyasz. Itt van Dreven, adunk neki egy gatyasz közbe. Na. Ja. Jaj, leesett a gatyám a földre. És... Taz? Taz kért egy pillanatot. Ja, értem, jó. Azt hittem, hogy mókol valamivel, és arra mondta, hogy kell neki még egy pillanat. Hát valamivel mókol, de valószínűleg ez a való életbe lesz.
Volt valahol fákja. Igen. Na. És akkor egy sisak megy neked. Egy sisak. De bebújtam a sarokba. Nem abba a sarokba, másik sarokba. Köci. Hogy állsz ilyennel, hogy kard? Hát van egy kőkardom. Jó. Ott egy fas. Félsz a haláltól, inkább felszerelsz, mi? Annyira rettegek, komolyan mondom. Na, most jól körbenézek, hogy ki lehet itt nyakon vágni. Atya, Úr, Isten, ez a rengeteg, sok-sok jószágot. Nem jószág, jószág. Uh-huh. És hova akarunk költözni? Tudom, elindulni. Ebben az irányba fogunk elindulni, amerre most így elindultál. Ebben, mert ebben annyira sokat nem voltunk. Aha, jó van. De nagyon messzire el kell költözni ahhoz, hogy itt új csánkokat generáljon nekünk ez a gépsárkány. Hát de ezt roppant egyszerűen meg tudjuk csinálni, mert ott csak egy próbafúrást kell csinálni valahol, nem? És elméletileg, hogyha találsz... Mit csinálsz, mint egy jogi újjába? Igen. Kinek nem adtam? Ágyat. Hát én már szétcsaptam egyet. De minek? Itt van, tessék. Direkt csináltam egyet. De nekem nem kell két ágy. Akkor is kapsz. Na jó van, induljunk el, vagy... Persze, éjjel van, vagy... Persze, menjünk. Szépen. Na, merre megyünk? Azt mondta mondjuk jó ember, hogy arra kell menni. Erre menjünk, mert hogy arról jöttünk, ugye, és ott már nagyon sokat nem volt. Arról jöttünk? Mert hogy körbe mentünk. De erre nem voltunk még szerintem annyit. Voltunk, de nem annyit. Jó. Akkor így figyeljünk. Ja, várjatok. Mondjad. Mindegy, nem. Azt akartam mondani, hogy vigyünk legalább magunkkal facsemetét. Robbanás lesz. De rám gerjedt. Üssétek. Jó. Vigyünk magunkkal facsemetét, hogy legalább azt elültessük is, az nőjön. Mondjuk ez nem hülyeség, hogy vigyünk magunkkal a gumifából és egy pár csemetét, igen. Meg ilyeneket. Tehát legalább mit kivírrad. Ilyenekkel foglaljuk el magunkat. De benne legyél ilyen lelkes. Én lelkes vagyok. Azon gondolkoztam, hogy most elmegyek egy kicsit beteg állományba, mert hogy az előbb creeperezésnél kibicsaklott a bokám. Uh-huh. Persze, beteg állomány. Maximum fizetés nélküli szabi. Így, hogy visszatértél X idő után, én most elmegyek beteg állományba. Jó, hát azért nem ő tehet arról, hogy a gépe nem volt jó. És most se. Ezekből tényleg nem hullik semmi, vagy csak? Nekem hullott már 3 darab gumifacsemete, úgyhogy... Akkor velem van a baj. Nálam is van 3. Akkor szerintem ez a gumifa téma, ez megoldva. Ez engem nem szeret. Nálam egy darab nincs. De itt van már a 4. Jó, akkor menjünk. De van, gumifa van, jó. Jó, akkor induljunk el szépen. Elkopott a kardocskám, na jó. Karddal vágtad a izé? Fát? Gyorsabb. Hát, az lehet, hogy gyorsabb, de... Jó, hát csinálok még a kardot. Ja.
Lehet, hogy gyorsabb, de gondolom fémkardod volt, ugye? Persze. De nekem már amúgy is egy alig használt fémkardom volt. Azért ez az elindulás is teljesen zökkenőmentesre sikerült. Abszolút. Szerintem azt megszokták már tőlünk, úgyhogy... Na! Kész vagy már? Mi van már? Gyere! Hello! Na menjünk! Hello! Gyere már ki a házból! Hello! Jó, jó, jó! Mehetünk! Gyere már ki! Hogy fogjuk átvinni az állatokat? Az egy szuper kérdés. Persze, találjunk helyet. Igen. Na. Menjetek elém, hogy lássalak titeket. Kezdődik. Ez a... Na, ki lakik itt? Van egy jobb ötletem. Csónak? Így van. Nem tudom, mennyi van nálad? Mindjárt amennyit csinálok. Ja, automata crafting table-lel dolgozol? Gyere, Dreven, megyünk csónak állni. Jó van, Lucifer. Már innen te birka. Egy. Következő delikvens. Kettő. Nem. Akkor szépen lassan induljunk meg valamerre. A király ér előre, nem? Én csak szépen törjük a... Nem szeretnénk, igen. Mert ebbe a vízbe, ahogy látom, minden van. Várjatok egy picit, mert be vagyok akadva. De különben te itt ülsz mellettem, az úgyhogy... Én itt vagyok. De teljesen bágos a trónak téma, úgyhogy... Hát mind a ketten itt lebegtek mellettem a levegőbe. Jó, te szállj be, indulj el. Hát én itt vagyok. Igen? Hol? 20 méter a parton. Jó, akkor gyere arrébb egy olyan 100-zal. És merre az az arrébb? Előre. Előre, jó, megyek előre, oké. Igen. Nekem 175 méterre van a ház. Neked? Alig tűnik bagosnak ez a csónakázás még mindig. Ez így remek lesz. Tehát, költözésnek az első része, találjuk meg egymást csónakban. Én téged látlak. Láttalak eddig. Most azt láttam, hogy a víz alatt vagy. Igen, mert hogy egy levélnek neki mentem, ami széttörte a csónakot. Engem meg a vízbe üldöznek a csontig. Akkor mondjuk lehet, hogy nem 170 méterre van. Levélnek neki mentél. Igen. És ez széttörte a csónakot. Igen. Ez reálisan hangzik. Ugye? Aha, nálam is ez történt, jó van. Itt van előttem egy csávó és üldözi egy polip. Állj meg, Daz, állj meg! Csináljál nekem is egy csónakot? Várjál. Mi te hol vagy? Látom az üres csónakot. Ja, itt van Jóska Pista. Hello! És nekem jött is, ez a csónak, ez nem egy vicces dolog. Nem tudok ennyi csónakot csinálni. Nem, szerintem hagyjuk ezt a csónakot. Itt van, ezzel. Tessék. Nagyon óvatosan menjetek, és nem menjetek neki semminek. Nekem se. Te azt fogyózzál, mert... Gyere, itt a tiéd. Allé. Ugye. Na. Kóbászoljunk. Nagyon nem megyünk neki senkinek, semminek. Még levélnek se.
És hogyha elérjük... De most álljunk már meg egy pillanatot, tényleg a legidiótább módot választjuk annak, hogy elköltözzünk? Igen. Vizen keresztül így, és akkor utána még ti nem tudom én hányat akartok fordulni, ameddig áthordjuk a cuccokat? Nyugtasan tudod, hogy a víz eddig tartott. Viszont nézd mennyi gumifa. Itt is. Uh-huh. Itt vannak röf-röf, meg töf-töf. Jó, de innen itt már voltunk, ne. Itt. Persze. Akkor ez kikötő, és akkor itt hagyjuk a csónakokat? Itt. Jó, izgalmas. Feküdjél le! Hm. Na, tehát innen még iszonyatosan messze kell, hogy menjünk. Hát, igen. Úgyis a palahol gyárt a cuccokat majd. Ez jó ötlet. És tényleg csalni akartok? Nem, azt akarjuk, hogy te hordd át. A Vöröshegyen megnőnek a fák? Nem. Oda tenger, kikék, csak ott. Értem. Annyit szaladtunk, hogy már én el is fáradtam. Mondjuk én is kajás vagyok, úgyhogy eszembe. Mennyi baj van ezekkel? Állandóan leállnak piknikezni. Mennyi innen, mert megütlek. Nem mondom, hogy kicsit, de nagyon laggolsz. Én? Az ott mi? Tényleg az egy falu? Valami. A hegy belsejében? Ez elég beteg. Nem, az új részeket onnan is föl lehet ismerni, hogy néha találunk egy dungeont, aminek rácsos bejárata van egy dombon. De ez így egy falu a hegy belsejében, és... meg a vízben is. Tehát hát, ez egy... barétaim! Ez úgy konkrétan jól néz ki. Jó, ezt hagyjuk ki. Nem nagyon bírta kiszámolni a gép, hogy merre van arca. Jó, innen zúzzunk. De merre? Hát én már beleugrottam a vízbe, ez tuti. Értem. Kicsit.